ez a Globál Boros Imrével és Bogár Lászlóval. Köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Virág Mikor lett a pénzből a hatalomnak az az eszköze, amelyet ma a globalista erők ellenünk egyszerű emberek ellen használnak? Erről lesz szó a mai adásban. Adásunkban a vélt nyugalom szándékos megzavarására teszünk előre megfontolt kísérletet. Tartsanak velünk! Időszámításunk előtt 7000 évvel egy itáliai kis településen, amelyet Rómának hívtak, egy fiatal vadász nagyon megörült. Hírét hozták, hogy a közelben vannak olyan emberek, akik búzát és árpát hoztak messzi földről, sőt valami új állatot is, amit juhnak neveznek. A mi emberünk rögtön fel is kerekedett és négy korábban elejtett mezei nyulat és két madarat vett magához. Azt nem tudta, megalkusznak-e, de a közel lakó vadász korábban négy nyúlért már egész nagy mennyiségű árpát kapott. Így úgy gondolta, jó eséllyel az új állatból is hazahozhat egyet. Valahogy így indulhatott az, amit a történészek cserekereskedelemnek neveznek. A munka megosztás, a vadászat, a mezőgazdaság, a háziasított állatok elterjedése, a szakmák kialakulása mind lehetővé tette, hogy az emberek rendelkezzenek speciális termékekkel amelyeket azután más szükséges dolgokra cserélhettek. A cserekereskedelemhez persze az kellett, hogy találkozzanak, hogy megalkudjanak és megegyezzenek egymással, így kellett hozzá bizalom is, mégpedig kölcsönös. Régi szép idők. Pedig a modernkori elemzések éppen ezeket az elemeket tartják hátrányosnak a cserekereskedelemben. Így a kettős egyezésnek szükségességét, az, hogy mindkét félnek szüksége van arra, ami a másiknak van. Az egységes mértékegység hiányát az az, hogy nem lehet tudni, hogy tíz zsák cukorért hány kilogramm húst lehet kapni. Így mindkét félnek előzetesen meg kell egyeznie a csere feltételeiről, és ez vagy sikerül vagy nem. Bizonyos termékek oszthatatlanságát az az, hogy nem tudunk egy fél tehenet adni, ha csak fele mennyiségű cukorra van szükségünk, és a megtakarítás nehézségét. Az az, hogy míg pénzben könnyű vagyont felhalmozni, de bárányokban ez jóval nehezebb, rövid életű termékeket elraktározni sokszor meglehetősen életszerűtlen, ezért szerintük a cserekereskedelem az ilyen esetekben nem megoldás. Hát ugye még előbről mondjuk, amikor nagyon kicsi közösségbe éltek az emberek, még erre sem nagyon volt szükség, mert együtt szedték össze azt, ami éppen kellett a primitív életük fenntartásához, együtt is fogyasztották el. Az, amiről itt a felvezetés szól, az már azt feltételezi, hogy egymástól különböző helyeken, különböző természeti feltételek között élő népcsoportok vagy embercsoportok vannak, azok különböző úgymond termékeket állítanak elő, és egyiknek is van szüksége a másik termékre, a vice versa, és akkor jönnek létre ezek a hogy mondjam, spontán cserék, és akkor kezd kialakulni valami fajta csere arány rendszer is. Nyilvánvalóan, hogy nem feltétlen annak megfelelően, amennyi adott esetben ennek vagy annak a csereárónak, a már egy tárulást, talán beszélhetünk, bár nem egészen, az előállítására szükségesen pragmatikus okokból van nekünk buzánk bőven, de nincsen húsunk, akkor gyakorlatilag valahogy le kellene venni a mások felett, aki még tele van, ott hajtják szépen a jókat, meg a marhákat. Egyébként ugye igen, aztán nagyon gyorsan kialakulnak olyan köztes termékek, ami majdnem mindenkinek kell, hosszú távon is, elég jól tarthatók, és mindig vagy fölhasználom, vagy Tovább cserélem. Ilyen például az állat, a marha. Régen még a pénzt is marhának hívták. Bármilyen furcsa. Már a pénz anyagot is annak hívták, mert a marha mindig nyílt haszonállat, fontos haszna van belőle, le lehet vágni, borja lesz, stb. stb. és mindig alkalmas arra, hogy valami másra cseréljük. Tehát ez kiterjedt volt római birodalom előestén, amikor még nem voltunk birodalom, meg még a föld más területen is, ez elég rendesen el volt terjedve. A... Talán még hozzátehetnék ez, hogy a marra mellett a só volt. A... A ja, az az, 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 az árupénz, annyira, annyira, ugye, hogy a mai, a mai angol nyelvben a salary, a vagyis a fizetség, a jövedelem, az abban egyértelműen a só van benne. Tehát ebből is érzékelhető, hogy a só legalább 5000 éve egy rendkívül. Ugye az angol egy Lopkovics nyelv, mert ez a latin nyelvekben szál. Szál, szolt. Ugye egy kicsit átvariáljuk, így van, salary. Yeah. Hogy miért kezdjük A ennyire... szalámiról nem is beszélve. Az <laughs> össző <laughs> <laughs> sóval tartósít. Így van, így szárul. van. Hogy miért kezdjük ennyire előről a pénztörténetet? Talán keveset is tanulunk erről, és most kezdjük megbánni, hogy átlagos emberek, nem nyilván önökre gondolok, hogy most kezdjük megbánni, hogy nem foglalkoztunk többet a pénztörténetről, mert itt állunk egy nagy probléma kellős közepén, és pontosan ezért két adást is fogunk erre szentelni, hogy részletesen beszélhessünk róla. Az a kérdés, hogy vajon mikor történhetett az a pont, amikor valakik rájöttek, hogy a kereskedelmet hatalmi eszközként lehet használni, és hogy a kereskedelemben résztvevő eszközöket, akár az árupénzt, tehát még a pénz elődjét is erre lehet használni. Azért még itt egy picit várjunk, mert van egy Legyünk köztes időszak. Jó. Tudnék, ez, amiről beszéltünk, ez a cserének a lehető legegyszerűbb formája. Évezredekken keresztül valóban ez létezett. Igen, de nagyjából úgy 5000 évvel ezelőtt érkes módon a Föld, minden olyan pontján, ahol a nagy folyamok mentén átfogó földművelési rendszerek tudtak létrejönni, mert ugye hát azért víz nélkül értelemszerűen nehéz eredményes földművelést folytatni, és erre a nagy folyamok adtak lehetőséget. Tehát a hozzánk legközelebb lévő két hatalmas birodalom, Egyiptom a Nílus völgyében, illetve mezopotámia, aki nevében is viseli, tehát a folyó között. A folyó, igen, a folyó köze, de ugyanígy az ősi Indiában, meg az ősi Kína területén létrejöttek ezek a, ezek a nagy civilizációk, és itt egy rendkívül fontos dolog történt, ezek a nagy birodalmak, ugyanis rájöttek arra, hogy áthidalhatók ezek a problémák. Egyébként ez azért nagyon lényeges, mert a csere, az végül is az adott emberi közösség belső anyagcseréje. Tehát azt azért viszonylag korán felismerték ezen emberi közösségeknek a, hát a szellemi elitjei, hogy ez, F, az e F fölötti ellenőrzés a legdöntőbb fontosságú, hiszen hát ez körülbelül olyasféle, hát ugye mi se, ha nem is mindig tudatosan gondolunk rá, de életünknek szinte minden mozzanatában a saját anyagcserénk fölött, hát már hogyan szeretnénk megőrizni az, az ellenőrzést, és ugyanúgy ezek az emberi közösségek, és létrejött erről, keveset tudunk és keveset beszél a pénztörténet is, hogy ezek a, ezekben a nagy birodalmakban Igenis, mindent igyekeztek megtenni annak érdekében, hogy a spontán elemi cseré, tehát amit mondjuk ilyen vásárokon, vagy amit erről beszéljünk, az kiküszöböljék, és ennek ezt úgy oldották meg, hogy szerte a birodalomban olyan elsősorban egyébként, mert ugye templomok, tehát az egyháza elit mindenütt jelen volt, meg persze mondjuk a fáraónak a helyi közigazgatási képviselő is, és együtt üzemeltettek olyan raktárakat, ma azt mondhatnánk Igen. közraktárakat, konszignációs raktárakat, ahová tulajdonképpen mindenki a töbletét, tehát mindazt, amit nem ő maga fogyasztott el, azt oda bevitte, azt ott szakszerűen tárolták, és kapott valamiféle letéti jegyet De arról, igazolást. Igazolást arról, hogy ott van, és tulajdonképpen a csere, az úgy mehetett végbe, hogy a letéti jegyéért visszakérhette azt is, hogy most már szükségem van arra, de egy másik ott ebben a konszignációs raktárban, ahogy ma mondanák, meglévő másik árura is becserélhette ebből, és érzékelhető, hogy ennek a korszaknak a nagybirodalmai és uralkodói papi elitje, szellemi szellemielitjei tudatosan törekedtek arra, hogy ne is jelenjen meg a az a valami, annak akkor még nem volt neve, amit pénznek neveznek. Tehát, hogy minél kevesebb esélyt adjanak arra, hogy valami közvetítő elem. A közvetítő elem mindig gyanús, mindig veszélyes, mert aki közvetít, az a közvetítés mindkét eleméről mindent tud, róla meg az esetek nagy részében senki nem tud semmit. Ez az a veszélyforrás, amire majd mindjárt rázennék. Távolról jött ember, azt mondom, hogy a... de ne, 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 nem engedem a szerkesztő azt, hogy megkérdezte, hogy miért nem tanítanak Pénz történetet. Mi örülünk, hogy most ezzel foglalkozhatunk. Legalább ennyien vannak, akik emiatt bánkodnak. Hát én közgazdasági egyetemet jártunk Bogár Lacival együtt, hogy a, Dimitrov téren, hogy szoktad ezt mondani? Idézben Tolbuhin ezt... körútról nyíló Dimitrov téri Marx Károly oda jártunk. Tehát gyakorlatilag ott se volt pénz, történet, tanítás, ott se, és úgy tudom, ma sehol nincs. Ez nem véletlen. Ez hát, nem véletlen, például olyasmiket, amit most Bogár Komám itt elmondott, tudatosan iktattak ki közvetítőt. Hát hogy hát, néz az ki, hogy hát, nem szerették a pénzt, hát, hát a pénzt mindig hát, imádni persze. kellett. És... Tehát most gyakorlatilag ilyen értelemben egyfajta, hát azt mondanám, trendet váltanánk, és igényünket is jelezzük az irányba, hogyha valaki az élet közelebbről a gazdaság, de a teljes élet... Hogy mondjam, lényegét meg akarja érteni, annak a szervezését, a pénzzel kapcsolatos, a pénz fejlődési vonallal kapcsolatos tudás nélkül annyit ér, mint Németben a Nix. Ezért lehet megvezetni az embereket, de valami elképesztő. Ezt szükségesnek tartom megjegyezni. Visszatérve még az első, aztán pont ezekről a kvázi gabonabankokról lesz egy bejátszónk. De pontosan ezért írtam, vagy olvastuk a föl az előbb, hogy a közgazdászok úgy vélekednek erről az időszakról, hogy nem volt jó a cserekereskedelem, mert bizalomra épült, mert nem, mert nem volt egy meghatározott árérték, hanem amennyit éppen ért a közönség, mert találkozniuk kellett a vevőnek és az eladónak közvetlenül, nem volt ott ez a misztérikus, misztériummal körülvet közvetítő, tehát hogy ez mind rossz volt. De igazából fo fontos lenne ezt az időszakot újra értékelnünk, mert ahogy most a világ áll, lehet, hogy szükségünk lesz erre a bizalmon alapuló cserére, nem? Hát abszolút, hát hogyha gyakorlatilag, ugye itt, amit uh, a Laci vázolt, tehát hogyha az egyik félnek gabona kellett, de neki egyáltalán nincsen, neki a, relata, a az ő értékítélete szerint kialakul valami, hogy neki mennyit ér az életbe ez a gabona. Ő azzal nem foglalkozik, hogy a másik áram, ő oda az adott esetbe mennyi munkaórá vagy ebbe telett, neki ez hiányzik, a másiknak es hiányzik. Na most, ha közimál, közinkál valaki, neki egy saját értéke, saját érdekviszonya is megtestesül. Na most, ha nagyon gorombán fogalmazok, akkor az, pestiesen szólva, hogy ezt a felet is, meg a másik felet is levegye. Közelkeleti ház, házasság közvetítés, vicc lesz, ami úgy, úgy megy, hogy a felek még nem tudják, hogy össze fognak házasodni, de a közvetítő már a menyasszony, a lendő menyasszony és a lendő vőlegény családját és rendesen levette. Erről van szó. Na az most a valami, nézzük ami meg... a pénz, Igen. csak hogy egy picit megelőlegezzük, az néhány ezer évvel később jön létre, amikor kiderül az, hogy azért ezek a nagy birodalmak sem képesek mindent előállítani, és az egyes, tehát tulajdonképpen a pénz az valójában nem a belső anyagcseréje egy birodalomnak, hanem amikor egy másik entitása. Egy birodalom, birodalomról, úgy van, hanem mondjuk külkereskedelem. Tehát valójában az a valami, amit történelmi értelemben pénznek nevezhetünk, arra a külkereskedelem kényszeríti rá a nagy birodalmakat, amikor, amikor hát kétségtelen, mivel a a szükségletek azért egyre differenciáltabbá válnak, ez kétségtelen, felmerülhet a szükséglet olyan termékekre is, amelyeket az adott birodalom nem tud, vagy éppen nem akar előállítani, és a pénz, a pénz abban a formájában, ahogy a ma is ismerjük, na azok a kezdetek, és itt van a legizgalmasabb, tehát ez, ez az, amire a legkevésbé akar rázumolni a, a hivatalos, az uralkodó a tudomány. Pénzt, tudomány, sőt, szinte teljesen kize, mert itt azért néhány nagyon-nagyon kényes dolog történt, amely a történéseket, hogyha most éppen erre teszünk kísérletet, az valóban a rend, a feltétel, igaza van az éve-nek a feltételezett vélt rendünknek a megzarvazására épülhet. Na most jön egy bejátszó, ami pont még a köztes időszakkal foglalkozik, és aztán lenne egy kérdésem. Hogy mikor volt az a pillanat a világtörténelemben, amikor megjelentek azok az erők, akik a pénz létezését kihasználva rátelepettek a világ egyes régióinak pénzügyi rendszerére, azt nem tanítják az iskolában. Talán az volt az a pillanat, amikor az árupénzt felváltotta a pénz. Azt a köztes terméket nevezték így, amelynek magának is értéke volt, és az árucsere leegyszerűsítésére használták. Ilyen volt a marha, vagy a só, amely már biztosította valamelyest az egységes értéket a cserekereskedelemben. Lehet, hogy ez volt az a pillanat, amikor a hatalomra törekvő erők úgy gondolták, rátehetik a közösségekre a kezüket az árupénzen keresztül, a pénztörténettel foglalkozók szerint már az ókorban megtaláljuk a bankok, a magánbetétek intézményeit. Elsősorban Gabona őrzése volt ilyen Babilonban az időszámítás előtti harmadik évezredben. A királyi raktárházakat, illetve templomokat számíthatják a legrégebbi bankoknak. E bankok a későbbiekben kölcsönügyleteket is végeztek, majd megjelentek a magánbankok. A görögöknél is a templomok lettek az első bankok. Az időszámítás előtti 4. században Aténban is megtalálhatóak a bankok ős típusai. A pénzérmék megjelenése után a letéti és kölcsönügyletek mellett a pénzváltással egészülnek ki a bankok üzletágai. Az ókori bankok nem élték túl a népvándorlás viharait, az egyetlen bankügylet, amely fennmaradt, a pénzváltás volt. A keresztes háborúk idején alakult ki a pénzkölcsönzők osztálya. Na most itt még nem volt itt már volt profit, a cserekereskedelemben még nem. Lehet, hogy itt volt itt a azért volt? Egy kis, itt volt a váltás? Azt hiszem, Nem sok kell ennyire, elő, nem ennyire volt, igen, Jó, tehát siet, az az akkor lassít. Túl gyors volt ez a, ez a folyamat, mert ha már ugye a hozzánk legközelebb, már mint földrajzi térben legközelebb az ősi birodalomról beszélünk, tehát Egyiptomról is, Mezopotámiáról, a köztük lévő térben, amit mondjuk Föníciának szokás nevezni, általában ezt feltételezik, hogy Föníciában találták fel a pénzt, teljesen érthető, hogy mivel ezek a köztes népek, ezek ilyen apró népek voltak, akik a két birodalmon kívül léteztek, és számukra értelemszerűen az egy hihetetlenül vonzó lehetőség volt, hogy, a, hogy, közvetíthetnek a két nagy birodalom között, mert alapvetően erről volt szó, sőt nem csak a két nagy birodalom, hanem az északabbra lévő vidékek között is, és tulajdonképpen a, a, mai értelembe vett pénz azért jön létre, mert ebben a külkereskedelemben, tehát belül, a, elsősorban a papi jelit, tehát a szellemi elit, mint a közösség szemevilágát úgy őrzi az anyagcsere feletti ellenőrzést, mert itt erről van szó ezekben a konszignációs raktárakban és a többi, de a külkereskedelemben nyilván ez már macerásabb dolog, tehát ott már nem is lehet egy megtenni. külső entitásról, lényegében nem is lehet megtenni, egy külső entitásról van szó, itt viszont arra ügyelnek, hogy mivel ebben a külkereskedelemben értelemszerűen csak a fém lehetett már abban az időben a valóságos csereeszköz, akkor abszolút ellenőrzésük alatt tartsák a nemes fémek, hát a bányászattól kezdve Végül. a nemesfém, a pénzverésig, minden elemét ennek az egésznek. És az igazi veszély akkor mutatkozik meg, amikor hát szellemi értelemben véve vagy korrumpálódnak, vagy meggyengülnek ezek a, ezek a szellemi elitek ebben a birodalomban, és a tragédia, a tartó tragédia, akkor kezdődik el, és kiengedik a kezükből, és vagy, tehát vagy a nemes bányászatot a pénzveréstől síkbezárólag, bezárólag, vagy magának a cserének, a csere különböző formáinak, technikáinak az állandó leg legszigorúbb ellenőrzését. Ez nyilván egy hosszú évszázadokon keresztül tartó folyamat, amiben tartok tőle, a korrupció is benne van, tehát a papielitek, illetve hát elsősorban a, az állami adminisztráció megvesztegetése valami. Ilyen értelemben, illetve hát sajnos az a szellemi hanyatlás, ami mondjuk a figyelmetlenségben nyilvánul meg, nem veszik észre, hogy ezek a közvetítők valami egészen más célból uh, próbálják ezt a közvetítő szerepet mindenféleképpen elérni. Egy mondatot beszúrnék ide, ez az a pillanat, amikor a pénz feletti rendelkezés, az a hatalom, a szuverenitás elidegenedhetetlen része lesz. Tehát az uralkodó itt is, ott is rendelkezik arról, hogy egyáltalán milyen érmét nyomjunk, milyen finomságok kitermek. Tehát szuverenitási tételé lép át a közvetítő csereeszköz. Ugye, és itt ehhez hatalom kell, államhatalom. Az államhatalom korábban is már beleszólt a dolgokba, kisbirodalmon belül a egyszerű áruk cseréjénél, ugye, mikor csereberélték mondjuk ilyen papírok alapján, itt viszont egyértelműen rátelepszik, saját érdeke által vezéreltetve, mert az ő belső társadalma, anyagcseré, meg zavartalansága, elemi érdeke. érdeke, tehát itt történik. Oszker, így van, Oscar, Oscar Wilde híres mondását parafrazálva, a világon minden a pénzről szól, kivéve a pénzt, mert a pénz a hatalomról szól. De ez még nem volt baj, miniszter úr, tehát az, amikor az állam ezt a hogy mondjam, nemzeti anyagcserét felügyelte, Igen, és szuverén so. módon működött, ott még nem történt gond, Akkor ott még nem a gond, volt probléma. Akkor a a kezéből. arról már sokan beszélünk, hogy hogyan ki a kezéből. Tehát ez nem volt kikerülhető a és de ha rendkívül szigorúan ellenőrzi a nemesvén bányászattól, a pénzverésen keresztül, a a technikái, mert azért azt megszabhatta, hogy milyen feltételek között és hogyan lehet kereskedni, tehát, tehát az egyik az mindig a pénzt anyagilag megtestesítő nemesfém, megfeletti totális ellenőrzés, a másik pedig a csere technikái felett, mert hát azt a törvény miért ne szabhat, ma is így van egyébként legalább Más. formálisan, hogy megszabja, hogy milyen feltételek között mehet végbe ez a csere. Ha ezt a kettőt meg tudta őrizni az uralmi, a meg tudták őrizni a legfelsőbb uralmi csoportok, akkor a közösség viszonylagos biztonságban volt. De abban a pillanatban, amint ez megrendül, és átadják, és fokoz ez persze lassú folyamat, átadják mások kezébe. Egy Minisztr. történelmi közvetés, erről szólt például Visegrád. Visegrádi három királyok, ugye akkor még nem volt cseh Szlovákia, csak csehek voltak, lengyelek meg magyarok, abba állapodtak meg, hogy ezt a szférát közösen rendbe tartjuk azért, hogy nehogy már a nyugatról idejött kereskedők, akik így össze-vissza kereskednek, megszívassanak bennünket. Haragudtak is rá, ezt a szellemiséget akarta Antal József újraéleszteni, meg is tette, és hát ez dicegve, döcögve, de azért megy. Bogár László tanár úr szarkasztikus mosolyát a következő fél órában, fél időben majd fogjuk elemezni. Most tartunk egy rövid szünetet, aztán azzal folytatjuk, hogyan fordulhat elő, hogy a közgazdászok a pénzről beszélve a szakralitásnak ki, és hogyan lehet az, hogy a ma bennünket kiszolgáltatott, tehát tévő pénz régebben a szuverenitás legfontosabb eszköze volt, és hogyan térhetnénk ehhez a jó kis állapothoz vissza. Maradjanak velünk! Ez a globál. Köszöntjük azokat a nézőinket és hallgatóinkat is, akik most kapcsolódnak be az adásba. A pénzügy és az államhatalom kezdettől fogva szoros kötelékben van egymással. Saját felségterületén az uralkodó rendelkezett mindig is a pénzről. Ő döntött, hogy milyen fém lehet pénz, arany vagy ezüst, kik kapnak jogot ezek bányászatára, verésére és forgalomba hozatalára. A pénz a kezdetektől fogva része az állam és az azt képviselő uralkodó felség jogainak, a pénz forgalomba hozatalán realizált haszon pedig állami bevétel. A papír alapú pénzhelyettesítők elterjedésével az államhatalomnak még több gondot kellett fordítania arra, hogy a szuverenitása részét képező pénzforgalmonak kezét rajta tartsa. A modern központi bankok kivétel nélkül államhatalmi aktus keretébe jöttek létre, akkor is, ha jó ideig magántulajdonban maradtak. Az angol uralkodó a hajóhada újraépítéséhez szükséges összegért cserébe adott kizárólagosságot bankjegyek kibocsátására a Bank of England tulajdonosainak. A háborúskodó Bonaparte Napóleon túl drágának találta a londoni bankárok ajánlatát, és a svájciak olcsó pénze mellett döntött. Cserébe először Párizs területére kizárólagos jegykibocsátási jogosítványt adott a Bank the France tulajdonosainak. Az osztrák császár is hadi fejében adta ki a jegybank alapításához szükséges királyi rendeletet, és helyezte el a kincstár nemes fémkészletét bankjegyek ellenében. Kijelenthetjük, hogy a jegybankok létrejötte mindenhol állami akarat eredménye, a rajtuk keresztül folytatott pénzpolitika pedig az állam érdekeit szolgálta, tehát a jegybanki működés része az állami szuverenitásnak. Hazánk a Habsburg birodalomban hosszú ideig volt kénytelen nélkülözni a szuverenitást és annak jegybanki kellékét is. Rögtön azután, hogy 1848-ban létrejött az első felelős kormányzat, az önálló pénzforgalom megteremtése gyakorlati megvalósítás nyert, amit a hadi események pénzigényei sürgetett. Kossuth Lajos pénzügyminiszterként írta alá a Pesti Kereskedelmi Bankkal a Kossuth Bankú kibocsátására szóló megállapodást, a hazánkra törő osztrák erők főparancsnokát, Vindisgréc herceget is kevésbé foglalkoztatták a hadi események, mint az, hogy lefoglalhassa a bankok nyomására alkalmas lemezeket. Mi más bizonyítaná jobban éppen hazánk példáján, hogy a pénzforgalom irányítása a szuverenitás elidegeníthetetlen része. Részlet Boros Imre közgazdász írásából. Hát most jó pár ezer évet előre ugrottunk, de nem baj, mert fogunk ebben a dolgokban... Egyes dolgul, állomásaira azért még rá. Vésztatérünk a következő meg, adásra, még, még egy így. adástra elszánunk. Ö, Beszéljünk erről, vagy arról a pár ezer évről még egy csúcsot. Hát mi van ejthetünk a pár ezer évről, ne halad, ne vágtassuk. Hát, legalább mondjuk az elmúlt 6-800 évről, ami, ami tulajdonképpen mondjuk az európai pénzrendszerek kezdetét jelenti. Tehát a szakralitás, ugye nagyon fontos hozzátenni, különösen a mai, a nyugattal kapcsolatos viták kapcsán, hogy a nyugat nem egy története, nem egységes. Tehát itt, itt 1500 évről beszélünk, vagy 1400 évről beszélünk, de ennek az első fele, az első 6-700 év, és a második 6-700 év abszolút nem ugyanaz. Tehát van a szakrális nyugat, a katedrális akkora, ha úgy tetszik, amikor, amikor még a mi szempontunkból az uralkodók, tehát a szakrális uralkodók igenis többé-kevésbé képesek ellenőrzésük alatt tartani a, az adott emberi közösség anyagcseréjét. És tulajdonképpen nagyon különösen hangzik, talán, de a világi hatalmat megtestesítő császár és a, az, az egyházi vagy a szellemi hatalmat megtestesítő pápa közötti háborúság, ugye investitúra harcnak hívták ezt. Investitúra ezt a, fordított egy ilyen, investitúra, egy ilyen része is volt valójában, csak ugye erre kevésbé, erre kevésbé összpontosítunk, hogy ebben a küzdelemben igazából ez is egy rendkívül fontos tét volt, hogy ki ellenőrizze, hiszen annak idején ez elsősorban a papi elit volt, tehát Egyiptomban meg Mezopotámiában, Kevésbé az, az, ha úgy teszik, az államot megtestesítő fáraó, hanem sokkal inkább a szellemi kellett, kellett is, hogy a szellemi elit tartsa a kezébe, mert ez egy nagyon-nagyon bonyolult probléma. Tehát, a, tehát ehhez elképesztő szellemi energiákra van szükség, és az investitúra harcban, ami látszólag egyszerűen csak arról szólt, hogy a püspököket, ne ki a főnöke, a császár vagy a, Magyar, vagy a király, vagy a, vagy, a, vagy, a, vagy a császár vagy a pápa, 哦，是、oh, uh。Yeah. azt ja, e, a, a mögött valójában jelentős mértékben ez a probléma húzódott meg, és ezt a feszültséget ott az 1100-1200-as években használták ki, azok a, hát nehéz pontosan megmondani, hogy honnan jönnek. Hát nyilván a közvetítő kereskedelemben létező, egymással is viaszkodó és versengő családok közül a legsikeresebbek, ez egyértelműen a fuggereket jelenti. Európa, a nevető harmadik, Hát igen, igen, tulajdonképpen ők a nevető harmadik, való, valójában nem. Tehát kihasználják ezt a feszültséget. Délen pedig elsősorban a Medici, meg jó néhány, ugye, az Itália kereskedő, 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 tehát Velence, Genova, és azok a Firenze, Firenze, azok a meghatározót, és tulajdonképpen ezek a pénzhatal, a kialakuló pénzhatalom központjai, igenis árgus szemekkel lesik, hogy hol hibázik. Tehát, hogy hol, hol hibázik részben a világi hatalom, részben pedig a szakralitás megtestesítő szellemi hatalom, és abban a pillanatban, ahol valami hibát észlelnek, ott azonnal lecsapnak erre a lehetőségre. Ez tükröződik vissza a legjobban abban, hogy a Fugger 1519-ben már nyugodtan meg teheti azt, hogy egy olyan levelet intéz 5. Károly császárhoz, aki abszolút a világura, a a világ legnagyobb birodalma, ugye már az új világ is beletartozik, felett rendelkezik, a világ leghatalmasabb uralkodója, és a Fugger kioktató hangnemben mégis arra figyelmezteti, hogy ugyebár kegyeskedik emlékezni felséged arra a 8 millió aranydukátra, amit én folyósítottam önnek, Amely, és amely nélkül önt nem választották volna sem. A hét fel. Ezért, hát ez úgy nyilván a választófejedelmek megvesztegetésére jó, kellett. A, Motivációs pénz. Ez a, ebből is látszik, hogy a bátfinanszírozási törvény akkor sem állt a, a helyzet magaslatán. Ezért van, kérem felségedet, hogy szíveskedjék utasításaimnak maradéktalanul eleget tenni, e, ellenkező esetben ugyanis kénytelen leszek. Tehát, tehát láthatólag itt már lényegében szinte elveszett a helyzet. Magyarország vesztét is jelentős mértékben pontosan az okozta, hogy azonnal megtalálták, elsősorban a Turzó családban, de más kollaborás ne haladjunk persze, annyira persze, kollaborásokban is, és akkor tényleg egy bizarr mozanattal fejezném be ezt az eszmefuttatást, hogy Hunyadi János, aki ennek a korszaknak messze a legnagyobb és mértatlanul jó emlékezünk rá, de való Nincs a dolog, e, még a hég. Ezer így van. Az elmúlt ezer évnek sokkal sokkal nagyobb, nagyobb szellemi energiájú személyisége, mint ahogyan ahogyan Aztán kezeljük. És minden. nem véletlen, hogy ő az egyetlen megoldásnak azt tartaná, és biztos, hogy erre is készült, hogy az egyik fiából császát, a másik fiából pedig pápát. római pápát csináljon. Vicces módon, Közel is került ahhoz, mert Mátyás valóban majdnem óriási erőfeszítéseket tett arra, hogy Német-római császár. Nem hát menj Bécsbe, hogy... és, és az ő nevelése volt Bakócz Tamás, aki szintén rendkívül közel került. Igen, Tehát, hát... ha úgy tetszik, hajszálnyira voltunk ettől, mert ezt tette volna lehetővé, hogy a szakralitásnak, azt a szintjét, tehát ezt a, tehát Hunyadi azért volt zseniális, mert átlátta nem csak azt, hogy valójában két tűz közé kerültünk, mert ötödik Károly császár, de valójában Nagy Szulejmán is ugyanazok a pénzhatalmi körök finanszírozzák, és tartják, tartják valójában, vagy szorítják valójában satuba elsősorban a Kárpát-medencében székelő és az aranytermelés jelentős részét adó Magyarországot. Tehát ez egy rendkívül fontos határkő, nyilván Imre is elmondja mindazt, amit erről gondol, de ez Európa történet, a pénz történetében is, a pénzhatalom történetében, Európa történetében és sajnos a magyarság történet. történetében is döntő, fontosságú, olyan történések egész sorozata, amit valójában máig sem a helyén kezelünk is el. Én egész más megközelítés. Miért jött ez a helyzet létre? Azért jött létre, mert a földközi tenger térségében élén kereskedelen folyt, és akik kereskedtek ezen piszkosú meggazdagodtak, és a szakrális anyagba, az aranyba rengeteg nagy mennyiséget halmoztak fel. Erre később rájött, hogy főfedezzük Amerikát, ott ugyanezt. Tehát van egy rettetesen gazdag réteg, és ahogy látjuk, ötödik Károlyt is, hogy mondjam, pénzültette Mindenki a trónra, de bizonyos pápákat is maradjunk annyiba, ne menjünk bele részletekbe, és akkor ez a nagyon meggazdagott brigádból kiemelkedik délen a medicsiak, észak a fuggerek, és azt mondják, kezd ebből az egészből nekünk elegünk lenni mi a fenének zavarognak itt ezek az uralkodók, akkor még csak morognak, majd később rátérünk, hogy aztán tettek mezeire is rálépnek. Mit zavarognak ezek itt? Hát már akkor ugye, hogy a bogár barátom elmondta, megemmer egy ilyen levelet fogalmazni, a régi sztenderdek szerint egy poszok, egy, egy Viszok kis Handlé a régi sztenderdek szerint. Szatócs. A, szatócs vagy akárki, az uralkodónak, aki a félvilág ura. Ez valahogy nincs rendben. Beszéljünk a Habsburgokról is, akkor miután az időrend. hát haladjon, úgyis van idő. Úgy, hála Isten, eh, Akkor beszéljünk a Habsburgokról. Hát itt ugye Magyarországon azért van egy Habsburg. Eh, hát egy része a társadalomnak nagyon Habsburg-barát. Nos, viszont a Habsburgokról. Sok mindent lehet mondani, jót is lehet pár dolgot mondani, most nem azzal foglalkoznék, hanem ünneprontól leszek. A Habsburgok elejétől végig bent kandikáltak a pénzurak zsebébe. Korábban a fuggerek zsebében, az, hogy mi Mohácsot elvesztettük, meg egyéb nagyban bent van, magár már említette a túlzó családot, ugye? És aztán utána, amikor a napóleoni háborúk nagyot ugrottam előre az időben, de ide tartozik a mondani való, a napoloni háborúk után 1816-ban a Rócsik család alapítja meg az osztrák Nemzeti Bankot, és veszi gondjaiba az osztrák államadóságot. És akkor még 1867-ről nem is beszéltem, amit szintén egy kicsit más megvilágításban lehet. Ezen alapon, ahogy most mi a pénzről beszélünk. Na most itt a magyarázat, hogy miért nem tetszik ez a történészeknek. Hát gyakorl... Nem ez a feladatuk, hogy ezt feltárják. A feladat nagyjából nem mi mondom, tisztelet a kivételnek, mindig van kivétel. Orvos szakmába is, mit között Szemmelweis majd az életébe került, hogy azt az egyszerű tényt, hogy mozd meg a kezedet, mikor szülőanyához mész, míg azt átvitte, hát gyakorlatilag ez még nehezebb, még nagyobb az ellenállás. Csak most szükségünk van az információra, ha jól értem, akkor ugye Fugyerek, Medicsiek, Elkezdtek morgolódni, ott az volt egy érdekes rész, a többi is az volt, de az egy érdekes rész volt, és még van négy percünk, hogy ugyan már mit vannak itt ezek a királyok, tehát úgy gondolták, hogy nem irányítgatjuk itt közvetlenül, vagy közvetve a társadalmakat, hanem leveszük ezeket a kis bábokat, és közvetlenül lépünk hát, be a hatalomba. Hát, Tulajdonképpen már bábok voltak, jók voltak báb minőségben, hosszú ideig, aztán később abba Ebből az derül ki, hogy egyértelműen korrumpálni lehetett a császát is, és a pápát Most is. Van. Egyéb iránt, ugye az, hogy nem Bakócz Tamás lett végül is pápa, hanem tizedik leó néven Giovanni di Medici, abban az játszott szerepet, hogy a Medici család mondjuk mai pénzben kb. 5 milliárd dollárt fordított arra, hogy, hogy, pápát csináljon a, a Hát a akkor egy a 25 fős volt a pápa Ez egyébként hozzátehetnénk, hogy a rossz nyelvek szerint, ezt ugye persze nehéz pontosan ellenőrizni, de azért Bakóc se a saját, mert azért körülbelül egy milliárd dollárt neki is korteskedésre kellett fordítania, hanem hogy annak a jelentős részét Velence folyósította Bakóc számára, aki ugye Firenze nagy, tehát te ezek, ezek részben nehezen ellenőrizhetők, hiszen a korrupció azért korrupció, mert mindegyik fél érdekelte. Az abban, akkori hogy... Wall Street ne hogy ne, még nem volt, nem szólt ne, ne lehessen, így van, nem jött le headline hogy akkor... Itt most mi történik? Igen, ez az a korszak, amikor ezek az el, már elképesztő erővel rendelkező, hogy miért van sok aranyuk, azért, mert ezek a birodalmak kiengedték a kezükből az arany feletti. Tehát erről beszéltünk, ha minden birodalom hihetetlen szigorúságával a kezébe tartotta volna a nemesfémek bányászatától a pénzverésig minden elemét, akkor ez a töménytelen mennyiségű arany nem kerülhetett volna ki ebbe a térbe, de, de úgy látszik ez nem volt megkerül, és tulajdonképpen itt merül fel az, amit a Rothschild csak a 19. század elején fogalmaz meg, hogyha a kezemben tartom a pénzkibocsátási jogát, akkor tulajdonképpen érdektelen, tehát az egész pénzforgalom, minden további kérdés érdektelen, mert akkor én vagyok a legfőbb hatalom abban az országban, és a kiegyezés, ahogy ugye most itt ugrálunk a különböző idősíkokba, amiket amit az Imre is, említett, persze, amit az Imre említett, a kiegyezés azért járt valójában tragikus következményekkel, még hogyha roppant látványos is volt, mert amiben kiegyezett egymással a magyar és az osztrák Elit. rétegek, elitek, kiegyeztek egymással, az az, hogy közösen segítik elő a pénzhatalmi rendszernek, amit nyilván, ahogy az imre említette, a bank ellenőrzésével, a Rothschildok jelentették akkoriban, tehát a kiegyezés valójában egy arról megadástól. szólt, csak ezt nem említjük, arról szólt, hogy közösen tesznek meg mindent annak érdekében, hogy a birodalom egésze felett zavartalanul uralkodhasson ez a pénzhatalmi rendszer. Ez tragikus, de ha akkor jól értjük, akkor lehet-e azt mondani, hogy csak egy igent vagy egy nemet, aztán beszélünk róla a következő adásban, hogy amikor elvesztette a szakralitását ennek a, a, pénznek, az társadalom anyagcseréjének a tulajdonlása, akkor történt a baj. Hát ugye, ha Magyarországon ezt korba behelyezzük, vala az Mátyás király, amiről úrta, ma is azt mondja a nép, hogy igazságos volt, pedig rettetesen adóztatott, biszkosul leszett mindenkit adóra, utána nagyon vigyáztak arra, hogy ide erős központi hatalmat képviselő királynak. Nézzük meg, hogy utána, hát Montsali Pesti szlengel éve milyen balfácán királyaink voltak. Ez alkalmat szült arra, hogy az akkor jelentős magyar nemes arany, talán akkor még mindig mi voltunk Európában a legnagyobb aranytermelők, ezüst, és a réz is azért akkor már számított, rész könnyebben volt olvasható. Ezeket milyen véletlen, hogy a funkerek tették rá kezüket, és ilyen véletlen, hogy a, a bányák felülete egy gyakorló, túrzó család még össze is házasodott a Biztosan, biztos. Ugyanilyen milyen véletlen? Na, innen fogjuk folytatni, vagyis pontosabban még pár ezer évet a múltból feldolgozunk a következő adásban. Boros Imrének és Bogár Lászlónak köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Várjuk őket hamarosan újra a stúdióba. Önöknek pedig a társzerkesztő Bika Júlia nevében is köszöni a megtisztelő figyelmet a szerkesztő műsorvezető Virággal Misarolta. A jövő héten is lesz globál, akkor is Boros és Bogár Lászlóval próbálunk utána járni, mi húzódik a világ mostani történései mögött tartsanak akkor is velünk a viszontlátásra és a viszonthallásra.